Szia, én Márton Z. Viktor vagyok, de MZ Viktorként megtalálsz bárhol. Segítek neked abban, hogy ne legyen a matek a musod. A most az öt napos matek maratonomnak a negyedik napját nézed, amiben is a szöveges feladatról fogjuk leántani a lepret, hogyan tudod őket megoldani pofon egyszerűen. Ugye a mai témánk az a szöveges feladatok titkos megoldási módszere az öt napos matek maratonunkban. Vágjunk is bele, nézzük meg azt, hogy mit kell tudnod erről a mai napról, meg hogy hol tartunk ebben az öt napban. Ugye az első napon logikus gondolkodás alapjait néztük meg, hogyan fejlesztetted ezt, aztán beszéltünk a törtekről, fejlesztettük a harmadik napon a térlátásodat, a geometriai transformációkról, most tartunk a szöveges feladatok titkos megoldási módszerénél, megmutatok majd pár feladat megoldást, és holnap pedig a felvételéről lesz szó, hogy hogyan vegyenek fel álmaid középiskolájába a mateknak köszönhetően. Egy rövid bemutatkozást mondok neked, hogyha még nem találkoztál volna velem, és nem láttad a korábbi videóimat, én Márton Z. Viktor vagyok, MZ Viktorként bármelyik közösségi média felületen megtalálsz, és az elmúlt három évben több mint 750 egyéni matekórát tartottam, ez a szám már eléri a 800-at is, és 1200 diák vett részt a különböző felvételi és érettségi felkészítőinken, amit Redkes Petivel és a mataking.hu-val tartunk ettől az évtől, és TikTokon több mint 200 ezer követőm van. Oda gyártottam matekos videókat, segítettem diákoknak, hogy megértsék a matekot. Több mint ezer darabot, és ezt már 50 milliószor láttátok ti is. És hadd mutassak meg neked egy szülőnek a visszajelzését, akinek a fiával készültünk a matek felvételére, és azóta is együtt tanulunk, segítek neki a tézéknek a megértésében. Ezt a visszajelzést ezt megtalálod a Facebook oldalon, úgyhogy nem foglak mutatni azzal, hogy elolvasom az egészet. Egy pár hasznos részt kijelöltem, megjelöltem benne, ami szerintem nekem nagyon jó volt visszahallani, hogy így tudtam segíteni Mladennek. Ugye egy tervezett alapján haladtunk végig, tehát felállítottunk egy tervet, hogy szerintem hogyan tudjuk elérni az ő célját. Sok taktikát tanítottam neki, ugye amik nem voltak része a tanternek, logikus gondolkodásban segítettem neki fejlődni, és abban, hogy hogyan tud gyorsabban megoldani feladatokat, hogy ne menjen el feleslegesen idő, tehát ő is már nagyon jó megoldotta a feladatokat, de egy kicsit mutattam neki pár olyan taktikát, meg trükköt, amivel meg tudta oldani gyorsabban. Ugye úgy gondolja, hogy nem elég az iskolában tanultak, és szükséges még valamivel ezt kiegészíteni, és én amiben még tudtam neki segíteni, hogy sok magabiztosságot adtam neki, és sokkal magabiztosabb volt a felvételivel kapcsolatosan Mladen, mint korábban, úgyhogy ha szeretnéd, ezt el tudod olvasni a Facebook oldalamon. De amit még tudnod kell rólam, hogy miket értem el eddig, hoztam pár képet, hogy lásd mi is történt. Ugye az első az, hogy szereztem egy 98%-os emelt matek érettségit, az már nem, ma, nem ma volt, 2010-ben történt, aztán láthatod bal oldalon a diplomámat, amit 2018-ban építészként szereztem, mesterdiplomáta bma aztán 21-ben voltam a Shulilife-nak a matek szakértője, ahol általam került prezentálásra a középszintű matek érettségének a megoldásai. Most pedig ugye a szöveges feladatokkal fogunk foglalkozni, ami mindenkinek a mumusa, nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele, gondolom ezért vagy itt, mert szeretnéd egy kicsit fejleszteni a lényeglátásodat, a gondolkodásmódodat, hogy te is jobban neki tudj kezdeni az ilyen típusú feladatoknak, ami valójában őszintén a legtöbbünknek gondot okoz, mert vannak benne felesleges információk. Használunk kell egy kicsit a szövegértésünket is, hogy megértsük azt, hogy miről van szó, és a szöveget le kell fordítanunk a matek nyelvére. Ugye a matek maratonhoz tartozik egy Facebook csoport, és ott sokan kértétek, hogy nézzünk meg olyan feladatokat, amikor is szöveges feladatot egyenlettel hogyan tudunk felírni. Erről is lesz majd itt szó a videónak a második felében. Ugye azt kell tudnod erről a szöveges feladatokról, hogy a legösszetebb feladat típus szerintem sokrétű és minden témakörnél elő tud fordulni, a későbbiekben is elő fog fordulni. Sokak számára ugye ez a mumus feladat, ez az, ami nehezen megy. Ebben a videóban szeretnék neked 5 feladatot megmutatni és annak a gondolkodási menetét, hogy hogyan is állj hozzá az apró eszközöket, nem biztos, hogy lesz időnk átbeszélni. Most inkább azt szeretném megmutatni neked, hogy hogyan is kezdj bele ezekbe a feladatokba, hogyan ne is kétségbe tőlük, és hogyan hidd el magadra, hogy te is képes vagy megoldani. Ezeket persze azért meg fogjuk oldani őket majd. Ugye különböző témákban, nehézségekben hoztam ezeket a feladatokat, válogathatunk majd belőle, éppen hol tartasz, de azért jó, hogyha mindegyiket megnézed azért te is. Ugye azt tudjátok, hogy ez 5-től 8 osoknak szól ez a matek maraton, így ezért próbáltam egyszerűen fogalmazni, de elképzelhető, hogy olyan dolgot hallasz, amiről még nem tanultál. Ne es kétségbe, ha így lenne, hanem próbáld meg a logikáját megérteni, hogy hogyan megyünk végig, mi megyünk végig egy-egy feladat megoldásánál, mert ezáltal fejlődhet az is, hogy te a saját szinteden hogyan tudod megoldani ezeket a feladattípusokat, de lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, akkor se vet félváról, mert maga a gondolkodásmód az sokat tud neked segíteni. Ugye amit fogunk használni, az a megoldás központú matekos gondolkodásmód, amivel a diákjainknak segítek jobbá válni matekból, ugye ezt az előző napokban már használtuk, meg megmutattam, úgyhogy hogyan is néz ki? Ugye vannak nekik lépései, ez a hat lépése, és ebből a kettes lépéstől, hogy mi a cél, megnézzük majd egy-egy szöveges feladatnál, hogy mi a célunk, mit akarunk megválaszolni, mi a kiindulási helyzetünk, megkeressük, hogy mi a lényeg, mi az, ami fontos nekünk a szövegből, mi az, ami felesleges, mivel tudunk számolni. Aztán pedig megnézzük azt is, hogy milyen eszközzel tudunk eljutni a célunkhoz. Ez az eszköz ugye változik attól függ, hogy milyen fajta szöveges feladat van, mit tanulsz az iskolába és hanyadikos vagy, ezután pedig egy ilyen térképet rajzolunk visszafelé, hogy milyen lépéseken kell végighaladnunk, hogy eljussunk a megoldáshoz. Én mindig ezt szoktam az elején csinálni, hogy megnézem azt, hogy hogyan juthatok el, és átgondolom fejbe, hogy miken kell keresztül mennem, hogy eljussak oda. Ez nagy segítség, hogy távolról ránézel a helyzetre, aztán pedig megnézzük, hogy valóban kész vagyunk-e. Ugye látod, hogy itt van egy els első pont, hogy higgyük el, képesek vagyunk rá, és meg tudjuk csinálni. A mai napunknak ez nem témája, hogy ebben belemélyedjünk, és ebben adjak neked részletes dolgokat, hogy hogyan vagy képes arra, hogy ezt el tud magadról hinni, de természetesen, hogyha a megoldás központú Matek klubban vagy, akkor erről is szoktunk beszélni, vagy ebben is segítek neked videókban, vagy a kérdezfelelek alkalmon. Aztán Ugye a megoldás központú Matez Klub, amit már említettem, az arról szól, hogy ezt a módszert gyakoroljuk be, ezt a amit ma fogunk megnézni részletesebben különböző típusú feladatokra, különböző témakörökre. Ugye a feladatok magyarázatát ezeken a lépéseken keresztül e, mutatom meg neked a tananyaghoz kapcsolódóan, és a sulis tananyaggal együtt haladunk és alkalmazzuk ezt a gondolkodásmódot minden témakörre, amivel te is találkozol az iskolában. Általában ugye több szempontból kapsz magyarázatot, annak érdekében, hogy megtaláld, hogy neked mi a legkönnyebb egy-egy típusú feladatra, ugye a teljes matek tananyagot haladunk úgy is, ahogy a suliban ti is haladtok, és ezáltal el tudod sajátítani ezt a matek klubban. Ha érdekel a klub, akkor a videó végén mondok még majd pár szót róla, de vágjunk is bele akkor az első feladatunkba, ami egy hatodik osztályos feladat, de igazából ezt később is feladhatják, találkoztam már felvétel nyolcadikos felvételben is hasonló feladattal, ami úgy néz ki, hogy hárman indulnak el egyszerre 56 km lévő városban. Lili kocsival megy, az ő sebessége 85 km per óra, Zsiga vonattal 70 km tesz meg egy óra alatt, balás biciklivel megy, ezért ő csak átlagosan 15 km per óra sebességgel halad. Ugye ez a feladatunk, mi a kérdés, milyen massze van Balázs a várostól, amikor Zsiga éppen odaér. Elég összetettem fogalmaznak, és hogyha kétségbe esnél, ne tedd, csak olvasd el még egyszer a feladatot, és próbál meg lebontogatni. Mi a célunk, mi a lényeg nekünk. Ez ami fontos, ugye, mit kell megmondanunk, hogy milyen messze van Balázs a várostól, amikor Zsiga odaért. Tehát azt kéne megkeresnünk, hogy Zsiga oda fog érni a városba, Balázs pedig hol tart, ezekre az adatainkra lesznek szükség, tehát az a lényeg, hogy balás és Zsiga milyen gyorsan halad, igazából Lili mennyivel halad, hogyan, mit csinál, az nekünk most nem lényeges a feladat megoldásában, hogy a lényeg, hogy a városunk távolsága az 56 km-re van, balás 15 km per órával halad, Zsiga pedig 70 km per órával, Ugye ezek azok az információk, amiket ki tudunk szűrni, és lényegesek számunkra. Amikor tudsz, akkor készíts valami ábrát, láthatod, én is ezt tettem, felrajzoltam a két várost, 56 km-re van, aztán hogy zöld zsigát, pirossal pedig balást, és az a feladatunk, hogy a két város, vagyis amikor zsiga megérkezik a városunkba, akkor meg kell mondanunk, hogy Balázs milyen messze van a várostól, tehát ki kéne ezt számolnunk. Hogyan tesszük ezt meg, milyen eszközöket használunk? Egyrésztről, ugye, kicsit fizikai feladat, utas feladatunk, tudnunk kell, hogy a v egyenlő s vagy ennek a képletnek a különböző variációit. Tehát ki kéne számolnunk, hogy zsiga mennyi idő alatt ér el a városunkba, ez lesz az első lépés. Aztán megnézzük, hogy ez idő alatt Balázs mennyi utat tesz meg, ez a második lépésünk. És utána megnézzük, hogy a Balázs által megtett út, az milyen messze van a várostól, Hogyha ezeken a lépéseken végighaladunk, akkor valószínűleg meg fogjuk kapni az eredményt, bízunk benne, hogy ez így lesz. Úgyhogy nézzük is meg, hogyan számoljuk ki azt, hogy csiga mennyi idő alatt jut el a városba. Hát egyszerűen úgy, hogy az 56 km elosztjuk 70-nel, és megkapjuk, hogy 0,8 óra alatt fog elérni. Tehát ha 1 óra alatt 70 km tesz meg, akkor 0,8 óra alatt teszi meg az 56 km -t. Következő, hogy megnézzük, hogy Balázs ez alatt a 0,8 óra alatt mennyi kilométer tesz meg, ugye ez 0,8 szor 15, azaz 12 kilométert fog megtenni. Ezután már egyszerű dolgunk van, ugye tudjuk, hogy a piros pont az 12 kilométerre van a kezdéstől, összesen 56 km, tehát az 56-ból kivonjuk a 12-t, és megkapjuk a végeredményünket, ami 44 km lesz, tehát 44 km-re van Balázs a várostól. Ugye itt mit használtunk fel? Azt használtuk fel, hogy a sebességet hogyan számoljuk ki, hogyha egy óra alatt megtesz 70 kilométert, akkor az 56 kilométert kellett elosztani 70-nel, hogy megkapjuk, hogy hány óra alatt teszi meg az 56 kilométert zsiga. Oké, okay. ami még itt fontos volt, az, hogyha tudunk, akkor rajzoljunk ábrát, és haladjunk végig ezen a gondolkodás módon, amit a következő feladatban is megnézünk, és alkalmazni fogunk ez egy kicsit szintet lépünk, és ez egy hetedik osztályos feladat, de hogyha te ötödik, hatodikos vagy, akkor is hasznos lehet megnézni, hogy hogyan gondolkodhatunk ilyen típusú feladatban. Úgy néz ki, hogy egy derékszögű háromszög két hegyes szögének aránya egy arányik az öthöz. Hány fokosak a háromszög szögei? Hát én most, ugye amit már mondtam, hogyha tudsz, akkor csinálj ábrát, vagy valamilyen szemléltetést, ez azért fontos, mert az agyad nem csak gondolatban dolgozik, hanem hogyha látod vizuálisan, amit neked meg kell csinálni, vagy amivel találkozol, akkor sokkal egyszerűbb dolgod van, mert akkor már van egy érzékszerved, amit bevontál ebbe a játékba, úgymond, a feladat megoldásba, és így könnyebben tudod e, orvosolni a problémát. Mit kell itt? Mi a célunk? Először nézzük meg, a ha végig haladunk ugye a megoldás központú matekos gondolkodás mód lépésein. Ugye a célunk az az, hogy megmondjuk, hogy hány fokosak a háromszögünk szögei. Mi az, amit tudunk? Igazából azt tudjuk, hogy egy derékszögű háromszögről van szó, az előbb már lelőttem a poént, ugyanis megrajzoltam ezt a derékszögű háromszöget, és azt tudjuk, hogy a hegyesszögének aránya 1 és 5. Itt még tudnunk kell, hogy ugye a derékszög az itt van például, de ezt bárhol rajzolhatod volna. Mik azok a hegyesszögek? Tehát az A-nál és a B-nél lévő szögünk a hegyesszög, amire fontos nekünk tudnunk, ugye, hogy van egy arány, hogy egy arányik az 5-höz a két hegyes szög aránya. Ugye ezt most én itt berajzoltam, hogy ugye ez egy részünk lesz, ez pedig 5 részünk lesz, tehát ezt jelenti, hogy egy arányik az 5-höz. Háttérinfo, hogyha a háromszöges feladattal találkozó szögeket kell számolni, akkor tudod, vagy tanulni fogod azt, hogy a háromszögek belső szögeinek összege a 180 fok, ezt fogjuk használni, ez lesz az eszközünk, és igazából ennyit kell hozzá tudnunk, hogy hogyan jön ki, valamint még az, hogy arányos feladatokat hogyan oldunk meg. Ezt fogom neked most röviden megmutatni. Arányok esetében mindig részekkel számolunk, ugye, ahogy láthatod, ugye és 180 fok, ezt fel is írtam, és az arányokat nézzük meg, hogy ez az egy arány, meg ez az öt arány, tehát ez egy rész, meg öt rész, az egyenlő lesz, hat része, tehát ez a kettőszögünk összesen 6 részt eredményez, meg még itt van egy derékszögünk, és a háromnak az összege a 180 fok, akkor ebből kiindulva, ugye az egy, az A-nál és a B-nél lévő kék szögünk, az összesen 90 fok lesz, mivel 90 meg 90, ugye a derékszög az 90 fok, az fogja kiadni nekünk a 180 fokot, így azt tudjuk, hogy ez a 6 rész, amit összeadtunk, ez lesz nekünk 90 fok, ezután egy egyszerű osztással ki tudjuk kapni, hogy ha 6 rész 90 fok, akkor egy rész mennyi? Hát nagyon jól gondolod, hogy elosztottuk a 90 fokot 6-tal, és 15-öt fogunk kapni, tehát egy részünk, az 15 fok. Tehát megkaptuk azt, hogy ugye egy rész 15, akkor a szögeket ki tudjuk számolni, ugye 1 rész 15 volt, ez itt egy rész volt, a másik az 5 rész, tehát az 5 x 15, azaz 75 fok itt a B-nél, hogy láthatod zöldel jelöltem neked, kész vagyunk-e? Megkaptuk-e a válaszunkat? Ugye ezt kérdezte feladat, mennyiek a hegyes szögök? Igen, meg vagyunk, ugye 15 és 75 fog. Még egy olyan ellenőrzést megtehetsz, hogyha összeadod a 15 és a 75-öt, akkor ha jól számoltál és nem vétettél hibát, akkor 90-et kell, hogy kapjál. Ez így is van, ugye 15 meg 75 az 90. Láthatod, hogy itt is egyszerű, logikus lépéseken haladtunk végig, nem volt benne semmi nagy ördöngészség, erre te is képes lehetsz, ha végigmész ezeken a lépéseken, hogy megnézed, hogy mi a mit kérdeznek, mi a lényegünk, miket tudsz, miket tanultál most, mik az eszközeink lesznek, és átgondolod, hogy milyen lépések által tudunk eljutni a végeredményhez, ami még segít itt nekünk, hogyha ábrát rajzolunk, haladjunk is tovább, a következő feladatunkhoz, ami a harmadik feladat lesz, ez is szintén egy ilyen hetedikes témakörhöz kapcsolódik, de ugye ez később is találkozhattunk ilyen feladatokkal, például az előbbivel, ez az arányos feladat, ez hasonló, nagyon-nagyon hasonló a nyolcadikos osztályos központi felvételiben is előfordult, úgyhogy ha nyolcadikosként nézed, akkor neked is nagyon hasznos lehet ezt felevelinteni és ezt begyakorolni. A harmadik feladatunk pedig úgy szól, hogy össze bejártuk Törökországot. Az út 80%-át repülővel tettük meg, a hatodát autóval, és 110 kilométert még biciklisztünk is. A kérdés, hogy hány kilométert utaztunk össze. Őszintén szólva, ugye ez egy hetedikes feladat, de a törtekről már ötödikben, hatodikban is tanultunk, a százalék számítás jött be. Újként Nézzük meg azt, hogy mit kérdeznek. Tehát azt kéne megmondanunk, hogy ősszel mennyit utaztunk. Az a célunk, hogy az összesen, hogy mennyit utaztunk repülővel, mennyit utaztunk autóval, és mennyit bicikliztünk, Ha ezt összegezzük, akkor megkapjuk a, az összes utunkat, hogy hány kilométert utaztunk. Mi az, amit tudunk? Hát őszintén szólva, az, hogy Törökországba voltunk, Görögországba, Franciaországba, az a feladat megválaszolásában nem fontos, ez ugye ilyen lényegtelen info, azt elhagyhatjuk. Viszont az már fontos, hogy 80%-át repülővel tettük meg, a hatodát autóval, tehát az egy hatodát autóval, és a biciklizés volt a 110 km, amit alapvetően maradékként tudunk mondani, tehát ami megmaradt, az lett a biciklizés. Most már megvannak a lényeges információink és az adataink, milyen eszközt fogunk használni. Ugye láthatod, hogy van százalékunk, van törtünk, akkor gondolhatsz itt egyből arra, hogy a százalékszámítás, törtekkel való műveletek, ezek, amik eszközünk, tehát mindig, amit megadnak, vagy ami fajtán, formán prezentálják nekünk a szöveges feladatot, abból látszik valamilyen szinten, hogy mit kell használnunk, hogyha milyen összetettebb szöveges feladatról van szó. És uh, igazából ezt a két dolgot fogjuk itt használni, és egy kis műveleteket fogunk még elvégezni. Amit tudsz, még, vagy amit tudnod kell, hogy ugye százalékkal és tört nem nagyon tudunk együtt összevegyíteni őket. Ez olyan, mint hogyha két különböző fajta dolgot, az almát hasonlítom össze a körtével, azt sem lehet megmondani, hogy melyik a jobb alma, hogyha egy almánk is egy körténk van. Így azt csináljuk, hogy hogyha százalékos feladat van, akkor mindig átírjuk Tört be. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a 80% az 80 század, egyszerűsítve 4/5-öt kapunk, egyszerűsítésről korábban már volt szó. Tehát tudjuk azt, hogy a repülő az 4/5 részét teszik az útnak, az autó az 1/6-ot. Ezt kéne kiszámolnunk, hogy ez mennyi, aztán a maradékunk az lesz majd a biciklizés. Miért is mondom, hogy maradék, ez mindjárt ki fog derülni. Ugye? Ha összeadjuk a 4 5 részét az útnak, meg az 1 6 részét az útnak, ezt hogyan tesszük meg? Ezt úgy tesszük meg, hogy közös nevezőre hozunk, a közös nevezőnk a 30 lett, és bővítettük a törtünket, ez 24-30-ad, ez 5-30-ad, így összesen 29-30-ad része az útnak, amit repülővel és autóval tettünk meg. Ehhez jön még hozzá a bicikli, tehát a biciklizés az, mekkora része lesz az útnak. Ez az, ami segít nekünk. Itt fogunk majd tudni számolni a kilométerrel. Tehát mennyi kell még nekünk a 30 30 hoz. Tehát a 30, 30 ad része az útnak az a teljese, az az egész. 30-30-adhoz nem kell más, mint 29 az 1-et kell adnunk. Tehát a biciklizés az az egy 30 ad része az útnak, és ez felel meg 110 kilométernek. Tehát itt fölül összeadtuk azt, hogy az autó a repülő mennyi összesen, ahhoz még a biciklizést kell hozzáadni, hogy megkapjuk a teljes utat, és azt tudjuk, hogy 110 km az 1.30 ad. Ezután egy pofon egyszerű szorzást kell csak megtennünk, ugyanis 30-30 ad az egész útunk, és a 30-30 adot úgy kapjuk meg a 30-30 ad részét az útnak, hogy a 30-al megszorozzuk a 110-et, mivel a 30-al szorozzuk az 1.30 ad részt, így 3300 kilométert kapunk, tehát ennyit utaztunk Törökországban ősszel. Remélem te is látod, hogyha ilyen egyszerű lépésekre lebontasz egy, -egy szöveges feladatot, akkor szépen, logikusan tudjuk felépíteni a megoldási módját, vagy a megoldását, és nem kell kétségbe esnünk azon, hogy éppen mit kell csinálnunk, hanem az elején kapunk egy képet arról, hogy mit szeretnénk, és ha azon végig haladunk, akkor meg is kapjuk a megoldásunkat, az eredményünket. Haladjunk tovább, és szeretném neked leszögezni, hogy mennyire egyszerű tud lenni a szöveges feladat. Nem kell, hogy a múls legyen, hogyha így lebontod egyszerű lépésekben, és te is úgy állsz hozzá, hogy képes vagy rá megoldani. Láthatod, nem kell, hogy a matek nagyon bonyolult legyen, egyszerű lépések sorozatából áll, csak jól kell tudnod őket alkalmazni, és matek zseninek sem kell lenned ahhoz, hogy megold a szöveges feladatokat, hogyha gyakorolod, akkor te is képes lehetsz rá az ilyen feladatoknak a boldogulásával, és remélem, hogy ez a három feladat fény derített neked arra, hogy lásd az alagút végén a fényt, kicsit furán fogalmaztam, de azért remélem érted, hogy miről van szó, tehát hogyha egy mintát szerettem volna neked mutatni, hogy te is el tudsz ezeken az úton indulni, és nem is olyan nehéz ezek a feladatok, mint ahogy mondják, persze azért gondolkodnunk kell hozzá, de nem megoldhatatlanok, és ugye, hogyha megfelelő gondolkodásmódot, hozzáállást és némi matek ismeretre van szükséged ahhoz, hogy ezeken végig tudj menni, és folytassuk még két darab feladattal, de mielőtt folytatnánk, arra kérlek, hogyha nézed ezt a videót, akkor itt YouTube-on kommentbe írd meg, hogy te hogyan állsz most jelenleg a szöveges feladatokhoz, hogy még mindig ugyanolyan nehéznek tartod, vagy azért ez a három feladat megoldásának a bemutatása segített neked közelebb kerülni ahhoz, hogy már ne izgulj rajta, vagy bármilyen tapasztalatod van, akkor kommentbe most írd meg, hogy mit gondolsz erről, hogy hogyan tudod használni, hogyan tudod alkalmazni, vagy. Hogyan érzed magad a szöveges feladatok világában eddig a videóban? És akkor, amíg ezt megírod, akkor haladunk tovább, majd a következő feladatunkra. Ez a következő feladat, ez 7.-ben és 8.-ban is előfordult, mind a két év találkoztam már vele, ami úgy néz ki, hogy összeöntünk 4 liter 50%-os és 6 liter 20%-os gyümölcslevet, hány százalékos? lesz az így nyert italunk. Ha későbbiekben találkozol ilyen feladattal, akkor a tankönyvekben méregkeveréses feladatokként fogod megtalálni őket. Amit itt tudnod kell, hogy megint mi van benne, van benne százalék, tehát biztosan százalék számítást kell majd használnunk az eszközünknél, de ugorjunk vissza egyet, mi a célunk? Hát meg kell mondani, hogy hány százalékos az összekevert gyümölcslé. Mit tudunk, mi az, ami lényeg? Hát ugye most szerencsénk van, mert őszintén szólva ez nem túl hosszú, ennél rövidebben nem is fogalmazhatták volna meg a feladatot. Minden, ami benne van, az lényeg. Tehát összeöntünk 4 liter, 50%-os, 6 liter, 20%-os gyümölcslevet. Többféleképpen tudjuk e, majd az adatokat ábrázolni, vagy a lényeget leszűrni, erre is megmutatom most az egyik fajta módszerünket, de milyen eszközöket fogunk használni, ugye lesz százalékszámítás, valószínűleg fogunk valami műveleteket mégezni vele, elképzelhető, hogy most már ha nyolcadikban vagyunk, akkor az egyenletekkel tudjuk megoldani a szöveges feladatokat, tehát hogyan írunk fel egyenletet szövegből, ez is egy hasznos, mi lesz az ismeretlenünk, és hogyha ezeket így egymás után elvégezzük, akkor majd ki fog jönni a feladata végére. Lehet, hogy így elsőre még bonyolultnak tűnik, de ne ijedj meg, ezt most csak így röviden össze akartam neked foglalni, hogy hogyan is fog ez kinézni de az első dolog, amit tehetünk, hogy írjuk fel a lényeget, az adatokat valamilyen formában, erre pedig a lehető legjobb megoldás számunkra jelen esetben, és amúgy nagyon sok más esetben is egy táblázatnak a használata. Láthatod ide a sorokba, én ide értem, hogy első lé, hát legyen ez az első gyümölcslé, most így fért ki, aztán van a második gyümölcslevünk, van a mennyiség, hogy hány liter az oszlopban, van a töménységnek jelen, neveztem el, ugye ez a százalék, hogy hány százalékos gyümölcsréről van szó. Most csak annyit csináltam, hogy ide kékkel belírtam, hogy 4 liter, 50 százalékos, 6 liter, 20 százalékos. Miért jó, ha táblázatot használsz? Azért jó, a ha táblázatot használsz, mert az egy vizuális megjelenítése, és az agyadnak segít, hogy a lényeget, a fontos dolgokat egy rendszerbe lássa, és könnyebben megtalálja benne az összefüggéseket, mint hogy csak úgy random, össze-vissza, csúnyán leírnád a füzetedbe. Emlékszem nekem, apukám meg a matek tanáim is mindig mondták, hogy szépen jegyzeteljek, az elején nem értettem, hogy miért, de amikor rászoktam arra, hogy átláthatóan írom a dolgokat, akkor, mintha egy szelence kitárult volna, és megváltozott a matekkal való kapcsolatom, ugyanis sokkal egyszerűbbé vált az egész, sokkal egyszerűbbé vált az életem. Nem azon kellett gondolkodni, hogy mi hogy néz ki, vagy mit hova írtam, hanem ránéztem, és szinte már meg is oldotta magát a feladat, mert ki jönnek a dolgok, hogyha mondjuk egyre a táblázatra ránézel, tehát ide alulra bekerült a keverékünk, és amit ilyen keveréses feladatoknál kell tudnod, az az, hogy ki kell számolnunk nekünk azt, hogy mennyi benne az a tartalom, ami a gyümölcs tartalom jelen esetben, mert az nem fog változni, az mindig állandó lesz, hogy mennyi benne a gyümölcs tartalom. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy százalékot számolunk, ugye százalékot többféleképpen tudunk számolni, én most így tettem meg, tehát az első lében két liter gyümölcsünk van, és a maradék mondjuk víz, és így lesz 50%-os gyümölcs tartalma. A második lében, ez a gyümölcs tartalom, ugye a 6 litert megszoroztuk két del ugye ez 20 osztva 100-zal, így írjuk át a százalékunkat, és a 6-ot 02 vel szorozva 1,2 litert kaptunk. Tehát ez az, amire következtetünk, ami nem változik, ez az, ez az olyan gondolat, ami az ilyen típusú feladatokban szükséges nekünk tudnunk ahhoz, hogy megoldjuk. Ezután hogyan taladunk tovább? Hát a keveréket, hogyha összegezzük, akkor a mennyiség ugye nem fog elpárologni, vagy nem öntjük mellé, akkor az 10 liter lesz, és ugyanúgy a gyümölcs tartalma, tehát hogy mennyi gyümölcs lé van a gyümölcslében, tehát hogy mennyi az a gyümölcs tartalma, az nem változik, tehát az 2 meg 1,2, így az 3,2 liter van a 10 literes keverékben. Most ugye százalék számítást kell használnunk, csak visszafelé tudjuk azt, hogy mennyi a százalék értékünk, ami 3,2, mennyi a százalék alapunk, és ki kéne számolni, hogy ez a 3,2 hány százalék a 10-nek, ezt meg tudjuk tenni egy egyszerű százalék számításos ismeretünkkel, hogy a 3,2-t elosztjuk 10-zel, majd szorozzuk 100-zal, ehhez amúgy találsz a YouTube csatornámon is videót, százalék számítás háromszöge néven, amiben is a százalék számítást részletesen kivesézem neked egy perc alatt röviden és tömören. Ha ezt elvégzed, akkor nem fogsz mást kapni, mint 32-t. Tehát 32 százalékos lesz az ital, miután összekeverjük őket. Kész vagyunk-e a feladatunkkal? Hát igen, megadtuk azt, hogy hány százalék, ezt kérdezték tőlünk. Amire figyelj oda, hogy nem olyan egyszerű a feladat, hogy egyszerűen 50-et, 20-at összeadjuk, és akkor az 70, akkor 70 százalékos lesz, tehát ennél azért kicsit több gógyira van szükségünk, és több logikára, de láthatod, hogy egy táblázatban, táblázat segítségével, milyen szépen kijönnek a, az adatok, kijönnek a számítások, Egyedül itt annyit kell tudnod speciális esetben, hogy gyümölcs tartalommal számolunk. Haladjunk tovább a következő feladatokra, feladatra, amiben már használni fogunk szintén X-et, azt fogjuk felhasználni, és megmutatom azt, hogy hogyan tudsz felérni szövegből egyenletet, szövegből hogyan tudsz ismeretlen bevezetni, ez már kimondottan 8. osztályos tananyag nekünk, hetedikben ta, találkozhattál vele. Igyekszem a lehető legegyszerűbben átadni neked ezt az információt, hogyha ötödikesként, hatodikosként vagy szülőként vagy itt, akkor is ö, érthető legyen számodra, és akkor is logikus legyen a felépítése. Nézzük is a feladatunkat, ami úgy szól, hogy egy kétegyű szám számjegyének összege 12. Ha a szám ötszöröséhez hozzáadjuk a számjegyek felcserélésével kapott szám, 6-szorosát, akkor 510-et fogunk kapni és meg fogsz lepődni, de tudod mit kérdeznek? Azt, hogy melyik ez a két szám, általában ilyenkor mindig ezt szokták kérdezni. Nézzük csak, mit keresünk, hát a célunk az elég egyértelmű, megint egy két számot kell nekünk megadni, milyen adataink vannak, hát mi a lényeg belőle, elég sok minden, ugye van egyszer, hogy a számjegyek összege 12, aztán felcseréljük a számot, itt van olyan, hogy 5-szöröséhez hozzáadjuk a felcserélő szám 6-szorosát, 510-et kapunk. Bonyolult, de ebben is minden fontos, és ezt szeretnénk mi áttérni a matematika nyelvére, milyen eszközöket fogunk használni. Egyrészt láthatod, nincs benne százalékszámítás, itt nem fogunk százalékszámítást használni, viszont fogunk használni egyenleteket fogunk használni ismeretlent, bevezetünk egy x-et, tehát abban az esetben, hogyha későbbiekben nem tudsz valamit, akkor jusson eszedbe, hogy az egy ismeretlen, az egy x tud lenni, és amit még használunk, ami az előző feladatban nagyon jól működött, az nem lesz más, mint a táblázatunk. Tehát a táblázat az egy olyan dolog, amit szöveges feladatoknál nagyon sokszor fel tudsz használni, és nagyon hasznos lehet számodra. Most nem mutatlak, a térképnek az elmagyarázásával, hogy hogy jönnek logikusan egymás után a dolgok. Inkább megmutatom, hogy minis menj keresztül. Ugye a végén fel akarunk írni mi egy egyenletet, tehát egy egyenletet akarunk felírni a szöveg alapján, és ezt a szöveget átfordítjuk a matek nyelvére, így lesz például az egyenletünk, megoldjuk az egyenletet, és utána megválaszoljuk a kérdésünket. Tehát röviden, így fog kinézni a megoldási menetünk. Csináljunk egy táblázatot, amiben három dolgot fogunk írni felülre az oszlopokba, ezt még itt titkolom tőled, de hamarosan leálltam erről is a leplet. Egy számunkat úgy írjuk fel, hogy van neki a tízes helyi értéke, és van neki az egyes helyi értéke. Van az eredet és a felcserélt, én már ide beírtam két dolgot, miért is írtam ezt be? Valamit eljelölünk x-el, nem x-el és y-nal jelöljük el egymást, hanem itt fontos adat nekünk, hogy a két szám egy összege, 12, ebből tudunk indulni, ezt tudjuk felhasználni, tehát az egyik számegyet elnevezzük x el akkor az másik számegye az mi lesz? Ugye a kettő összege 12 lesz, tehát ha összeg van megadva, akkor egyszerűen az összegből, ha kivonjuk, a, amit nem tudunk az x-et, akkor ha összeadjuk utána újra őket, akkor 12-t kapunk. Tehát ha összegünk van, akkor egyszerűen kivontuk belőle, és így kaptuk meg. Tehát a kettőt, ha összeadod, láthatod amúgy 12-t eredményezne. Mi történik még a feladatban? Hát felcseréljük a számegyeket. Ez az egyes megy a tízes helyre, a tízes megy az egyes helyre. Eddig nem bonyolult. Ugye ezt csak kitöltöttük a táblázatunkat, még nem tettünk semmilyen lépést, tehát még ezt a mondatot nem fogjuk használni egészen addig, amíg ki nem töltjük a táblázatunkat. A következő, ugye így még nem tudunk velük számolni, kéne valamit csinálnunk. A tízes helyérték és az egyes helyi értékből, ugye a számnak lesz egy valódi értéke. Tehát, ha én azt mondom neked, hogy 57, akkor annak tudod, hogy 57 az értéke, mert 5x10, meg 7x1. Ugyanígy a 32-nek az értéke az 3x10, meg 2x2, vagy 1x2, hogyha jól mondtam, jól emlékeztem rá. Ugyanezt csináljuk itt is, csak most nem tudjuk pontosan a számot, hanem x-et tudunk, de meg fogjuk mondani a számunknak a valódi értékét. Ugye az 57-nél a 32-nek kicsit bagatelnek tűnt, mert ott tudjuk egyből, hogy 57 az értéke, meg 32, de annak, hogyha x és 12-x, annak nem tudjuk ilyen egyszerűen, hanem azt csináljuk, hogy ugye az x-et 10 szorozzuk, és a 12-x-et pedig 1 és ez lesz a számunknak a valódi értéke hogyha itt elvégezzük az összevonásunkat, 10x-ből 1x az 9x, meg 12, ennek az eredeti számunknak az értéke az 9x, meg 12. Nézzük meg a felcserélt esetében, hogy mi történik. Ugyanezt fogjuk megtenni, a 10-es helyi értéken élő számjegyet megszorozzuk 10-zel, majd hozzáadjuk az egyes helyi érték számjegyét. Itt azt kapjuk, hogy ez 120-ból 9 az értéke ennek a számnak. Tehát a megoldásban az első lépésünk a lényeg megtalálása és az adatok felírása. Itt kellett egy kicsit tovább gondolnunk, és kell nekünk a számunk valódi értéke. Emlékszel az előző feladatba is, egy kicsit meg kellett csavarnunk, és ki kellett számolni, hogy mennyi gyümölcs tartalom van az egyes levekben. Itt is egy ilyen kis plusz gondolatra van szükségünk ebben az esetben. Én ezt a következőkben. Felírom neked, most már csak arra lesz szükségünk, hogy az eredeti szám értéke mennyi, és a felcseréltek értéke mennyi. Ezután tudunk tovább haladni azt, ami itt van egy mondatunk, hogy a szám ötszöröséhez hozzáadjuk a számjegy felcserélésével kapott szám háromszorosát. Ezt akarjuk most áttérni matek nyelvére, mert szeretünk számokban, meg x-ekben gondolkodni. Ugye a szám ötszöröséhez, ez az eredeti számunk, ennek az ötszöröséhez, hozzáadjuk a felcseréltnek a háromszorosát, és mennyit kapunk, tehát ez lesz az eredményünk az 510, ezt tudjuk felírni, ugye így egy egyenletként, tehát ez az egy mondat, ez csak abban segített nekünk, hogy egy egyenletet csináljunk. Tehát itt van az első számunk, itt van a második számunk, azt mondta nekünk a szöveg, hogy ötszöröse az első számnak, háromszorosa a második számnak, ami egyenlő 510-zel, megvan az egyenletünk, most már arra az eszközünkre van szükség, hogy egyenletet oldjunk meg. Itt most végig megyünk ezen röviden, viszont ha szeretnéd begyakorolni, akkor erre is, ebben is tud majd neked segíteni például a megoldás központú mateklub, ha kérdésed van, de alapvetően most szöveges feladatot oldunk meg, de nyolcadikban már szükséges az egyenlet megoldása is, főleg a felvétel nagyon nagy hasznod lesz benne, hogyha te meg tudsz oldani egyenleteket. Hogyan oldjuk meg ezt az egyenletet? A zárójelektől megszabadulunk, nem szeretjük a zárójeleket. Felbontjuk a zárójelet, tehát az 5-tel megszorozzuk a 9-et, az 5-tel a 12-t, 3-mal a 120 és 3-mal a mínusz 9x-et. Ugye ha felbontottuk a zárójelet, akkor ezt fogjuk itt kapni, hogy a zárójel előtt megszoroztuk a zárójelben lévő tagokat, az összeadás tagjait. Ezután mit csinálunk? Hát az egyforma dolgokat összevonjuk. Emlékszem, mondtam, hogy a körtét almával nem tudjuk összehasonlítani, de almát almákkal össze tudunk adni, körtét körtékkel szintén össze tudunk adni, ezt hívjuk összevonásnak, és az összevonásban az egyfajta, vagyis egy egynemű kifejezéseket tudjuk összevonni, tehát alá is húztam neked kékkel, hogy jól látható legyen, 45-ből 27x, az 18, és a 60, meg a 360, az pedig 420 lesz, és az eredmény az nem változik. Mit teszünk ezután? Hát rendezzük az egyenletünket, egyik oldal x, másik oldal minden más, kivonunk belőle 420-at, hogy itt csak x maradjon, 90-et kapunk, ezután pedig elosztjuk 18 al mindkét oldalt, hogy megkapjuk az x-ünket, tehát ha osztunk, akkor az x-et meg fogjuk kapni. Alapvetően itt az egyenlet megoldásában a mérlegelvet használtuk, amiről te is biztosan tanultál már, vagy fogsz tanulni. A jövőben megkaptuk az x-ünket, ami 5-tel egyenlő. Vajon ez a kérdésre adott válaszunk? Ugye most nagyon sokan megörülhetnek, hogy megkapjuk az x-et, akkor kész vagyunk. Viszont tudnod kell azt, hogy melyik ez a két szám. Tehát nem azt kérdezték, hogy melyik, mi mire az x-ünk, vagy mi lett az x. Tudnod kell azt, hogy mit neveztél x-el, és hogy mire akarunk válaszolni. Tehát most még nem vagyunk kész. Ugye láthatod, ide hoztam neked a táblázatunkat. Az eredeti számunkat keressük amiben a tízes helyen x van, az egyes helyen 12-ből x. Így az 5 az x helyére beírva, a számunk, amit keresünk, az 57 lesz. És már most vagyunk kész, mert most válaszoltuk meg a feladatunkat. Foglaljuk össze, hogy miről is volt szó ezen a mai alkalom, ezen a kicsit több mint fél órában. Lehet, hogy bonyolultnak tűnik ez most neked, és olyan dolgokat használtunk benne, amit nem tanultál, viszont a célom az volt, hogy beleássa gondolkodásmódonban, hogy meglásd, hogy te is képes vagy rá, láss rajta egy megoldási lehetőséget, hogy nem kell kétségbe esned, hogy ilyen egyszerű lépések sokosságával te is meg tudsz oldani ilyen típusú feladatokat, és szerettem volna azt, hogy le tud másolni a gondolkodásmódomat, és szerettem volna megmutatni neked azt, hogy te is képes lehetsz rá, tehát nem kell, hogy a szöveges feladatok a mumusaid legyenek. Van megoldás arra, hogy ha el vagy veszve a matek útvesztőjébe, tehát láthattad különböző típusú feladatoknál, mind-mind tudtuk használni a megoldás központú matekos gondolkodásmódot. Amit tudnod kell róla, hogy miért is király ez a módszer, vagy én miért szeretem. Egyrésztről, mert egyszerű lépésekből áll, és könnyen megegyezhető, ugye a gondolkodásmódot hozzáállásod és a motivációd is fejlődik benne. Különböző típusú szöveges feladatok megoldásáról rántottuk el a leplet ennek a gondolkodásmódnak a segítségével, és am ami miatt én még szeretem, mert ugye ezt használom, ezzel tudok segíteni a diákoknak, akik velem készülnek felvételire, később érettségire, vagy a klubban legyenek szó akár ötödikesek, hatodikosok, hetedikesek vagy nyolcadikosok, és ugye ebben az ingyenes videóban nem volt időnk arra, hogy minden a négy év folyamnak, minden típusú szöveges feladatában mélységesen belemenjünk, és részletes magyarázatot kapj egy-egy apró részletre. Ahogy már mondtam, itt a gondolkodásmódot szerettem volna neked megmutatni, hogy van egy másik út is, azon kívül a kétségbeesésen kívül, vagy a stresszelésen kívül, Hol is tartunk ebben az öt napban? Ugye ez a negyedik nap volt, az első nap volt a gondolkodásunk fejlesztése, logikus gondolkodásunk fejlesztése, aztán a törtekről A-tól z -ig. ez szerintem egy nagyon jó videó lett, különösen ugyanis összefoglaltam benne mindent, amit tudnod kell róla, hogyha nem láttad, akkor nézd vissza, aztán fejlesztettük a térlátásodat geometriai transformációk által, most a szöveges feladatokról volt szó, holnap hogyan vegyenek fel álmait középiskolájába a mateknak köszönhetően. Erről fogunk beszélni, és ígértem neked, hogy a végén beszélek egy pár szót a Megoldás Központú Matek Klubról. Ugye ebben a klubban elsajátíthatod a Megoldás Központú Matekos Gondolkodásmódot, melynek segítségével nem kell butának érezned magad matekból, ha nem szeretnél szorongni a matek miatt, szimpatikusan vagyok, ahogy magyarázok, és szívesen készülnél velem a matek tézeidre, vagy akár a felvéteidre, akkor ez a klub neked szól. Lesz egy klubnyitó eseményünk, amire tudsz csatlakozni, amire tudsz regisztrálni az mzviktor.hu per klubnyitó, és jelentkezz erre, hogyha érdekes számodra, ami kedden, azaz, hogyha akkor nézed ezt a videót, amikor kijön az holnap, 21-én ugye 18 órától lesz élőben, ez egy 90 perces oktatással készülök, amiben gyakori tippeket, trükköket fogok neked veled megosztani, gondolkodásmódot, és a második felében betekintést szerezhetsz a klubban, mutatok egy kis demót vele, belőle, hogy hogyan is lesz hasznos számodra. De miért is nyitom meg ezt a klubot, miért is csinálom? Ja, nagyon sokan kérdeztek tőlem, vagy kérdéssel érkeztek különböző videóim alatt, kommentekben, és nagyon sokszor egyformák, és nem mindig győzöm megválaszolni ezeket. Nagyon sokan akartok velem egyénileg készülni matekból felvételire, tézékre, de sajnos az én időm is véges, és nem tudtam mindenkit elvállalni. Az ebben a fél évben nagyon sok mindenkinek nemet kellett mondanom, és ez egy kicsit rossz érzés volt, hogy nem tudtam segíteni százszázalékosan és nincs időm mindenkivel foglalkozni, ahogy már mondtam. Szeretnék a lehető legtöbbeteknek segíteni, amire ez a klub lesz a megoldás, vagy amire ez a klub a megoldás. Amit tudnod kell, hogy mindössze egy hétig lehet majd csatlakozni a klubhoz, ennyi időd van, és ebben az időszakban tudsz csatlakozni. Ez lesz a fél évben az utolsó lehetőség a csatlakozásra. Utána pedig az lesz a fókuszom, hogy a fél évi jegyeidet a lehető legjobban tudjam támogatni matekból, és profi módon segítsek a matekkal kapcsolatos céljaidba, és hogy azt, hogy elkerüld a matekos fájdalmakat. Hogyha érdekel a klub, akkor itt a klubnyitó eseményre mindenképp regisztrál, ugye ez mzviktor.hu. per klubnyitó itt tudod megtenni, vagy a videó leírásában is megtaláld ezt a linket. Ennyi lett volna a mai videó, találkozunk holnap a kihívás 5. napjában, vagyis a Matek Maratonnak az 5. napjában, addig is mindenképp regisztrálj a klubnyitóra, és iratkozz fel a Youtube csatornámra, találkozunk holnap, szia!